Egy jó csapatról beszélünk, egy stabil csapatról, aki nagyon, nagyon kemény és kompakt csapat. Nagyon sok párharcba belemennek, nagyon sok jó játékos van, aki fejjel nagyon jó, most a védékről beszélünk, középpályások akkor azok nagyon erősek, keresik a testkontaktust, igazából felkészültünk rájuk, még Ausztriában is elemeztünk őket, mai napon is, és tényleg egy jó csapatról beszélünk. Ettől függetlenül mi EB-re készülünk, és ezt meg akarunk mutatni hónap, hogy 15-én mentálisan, még fizikálisan is toppon legyünk, ahhoz nagyon fontos lesz, hogy hónap is úgy pörögjünk, mint portugálok ellen, és így is fogunk készülni. Számunkra tényleg az EB az ciprusi meccs előtt kezdődött. Úgy léptünk fel a pályára, hogy ezt a két meccset tényleg nem felkészülmérkőzésről akarunk szállni, hanem meg akarunk nyerni mind a kettő mérkőzést, ahhoz, hogy az önbizalunk miatt is, meg a csapategység miatt is, szurkolónk miatt is. Úgyhogy remélem, hogy hónap is telt ház lesz, fantasztikus volt a hangulat, lehetett érezni, hogy a szurkolóink mekkora segítséget tudnak adni nekünk, és nagyon jó fog lenni mondjuk Puskásban egy 70 ezer ember előtt így lejátszani a mérkőzéseket. De ne fussunk annyira előre, még egyszer mondom, hónapi mérkőzés a számunkra nagyon fontos. Azokat a hibákat, amit Ciprus ellen volt, azokat mindenféleképpen javítani kell. Írország jobb csapat, mint a Ciprus. Sokkal több kvalitás van abban a csapatban, és én remélem, hogy mind védekezésben, mind támadásban tudni fogunk egy jó szintet hozni, és megnyerni ezt a hónapi mérkőzést.